Te azt mondtad, hogy talán a szaktársaitok közül te tudod a legtöbbet Fábriról. Igen, hát persze. Hát én voltam az asszisztense. És könyvet tudnék róla írni, mondtad. Én tudnék, igen. Van neki egy kis lakása, vagy egy kis háza, ami tele volt a világ összes nejlonzacskójával, amiben a világ összes kacsintós pénztárcája, orosz ilyen női vibrátor, ami kéokozása, hát nem alkalmas, mert kiveri a fogadat, ha ide teszed alulra, akkor is kimegy a fogad. Fúrógépnek gyenge, vibrátornak túl erős, és ebből volt nekünk több szettünk. Már a Design Center miatt. Design Center miatt, túl gondolná valaki, tehát, és tudod, ezzel a rettenetes rossz érintésvédelmileg nem megoldott ezzel a villásdugóval, ami nincs földelés, tehát úgy, és úgy elgondoltuk, hogy ezt tényleg bedugjuk a konnektorba, és mondjuk egy hölgy jól akarja magát érezni, hogy tényleg a katasztrófa, de hát ilyen rengeteg volt. Köszöntöm Önöket, Kadarka Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl, mai vendégem Aranyosi Péter, karinti gyűrűs humorista. Ízig-vérig Miskolcinak vallja magát, a magyar kabarétán legnagyobb rajongója. Hosszú ideig volt a Rádió Kabaré munkatársa, majd az Esti Sóderhez került, a műsor indulásakor a Design Center rovat felelőseként dolgozott. Stand-up pályafutását a Godó Duma Színházban kezdte. Nős, két gyermek édesapja. Ő következik. Mint ahogy azt már megszokhatták, a műsor elején mindig átnyújtok egy papírlapot aktuális vendégemnek, és ezen a papírlapon fogalmak szerepelnek, ezek a fogalmak kivétel nélkül aktuális vendégemnek, Aranyosi Péternek az életének meghatározó momentumaira, idézeteire, személyeire utalnak az én reményeim szerint meglehetősen talányos és rejtjeles fogalmak. Teljesen. Ezt mondom Aranyosi Péternek, hogy nem biztos, hogyha van is bármilyen elképzelése, hogy melyik kifejezés nincs, mire utalhat, nincs. Nem biztos, hogy jó helyen jár. Olyan vagy, mint az anyukám, hogy bármiből bármi rá tud kötni. Tehát teljesen mindegy, mit kérdezel, mit mondok, úgyis azt kérdezem, amit te akarsz. Nem, azért ennél ez egy picit kötöttem. Jó, de nem sokkal. Nem sokkal. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy melyik kifejezések közül választhat Aranyosi Péter. Szökőnapon? Korpa közé. Kéz a kézben. Az idő segített? Nem felejtek. Nem ismernénk rád? Csak óvatosan. A csillagokat is. Kevésen múlott. Egyedül közelről. Pillanatnyi szoborpark. Azóta rájöttél? Séróból. Precedens? Fókusz. Kicsi és pattog? Hoppá! Teljesen mindegy. Egyet-kettőt el tudok képzelni, hogy miről szól, a többit úgysem nagyon tudom. Legyen akkor a, mert úgyse szeretem kimondani a mással hangzókat, a fókusz. A fókusz. Effel kezdődik és ezzel végződik, mind a kettő. Így ki tudom mondani, de egyszerre nem. A fókusz. Az az utóbbi időszakban tett meglehetősen súlyos kijelentésed, miszerint te most hátrébb lépsz egy picit, harmadára próbálod csökkenteni a tevékenységed, mert mostantól fogva más lesz a fontos. Ja, igen. Hát a fókusz, hogy a hatád, hogy a fókusz máshová tolódik. De milyen mulasztásod döbbented mindenre rá? Nem, hát ez a Covid-ban a fuldoklás volt, hát ezt elmondtam, hogy rosszul voltam. Hát ugye bent voltam a kórházban, majdnem meghaltam, jó, természetesen lehet ezt mondani, hát azért nem annyira, de azért oxigénmaszk, egyedül Szent László kórház, és akkor azért az embernek vannak elképzelései az életéről, hogy akkor hogyan folytatja. Tehát amikor... Ezt még ott az ágyban eldöntötted? Ott. Kisebb és nagyobb dolgokat eldöntöttem, hogy az egyik, hogy vissza fogok lépni, jóval kevesebbet fogok föllépni, többet leszek a családommal. De ilyenkor az ijedelem mondatja ezt az emberrel? Az ijedelem is, meg amikor azért melletted, vagy látod, hogy a folyosón tolnak valakit lábbal előre, hogy nincs jól, meg hallod az ápolónőtől, hogy arra nem hat a gyógyszer, ami rám hatott, másra nem hat, és ugye tudod, hogy azért nincsen nagyon sokféle gyógyszer arra, hogy esetleg túléljék, vagy meggyógyuljanak, akkor azért úgy átgondolod az életedet, és az ijedelem is,
Meg egyáltalán az egy olyan, amikor ott fuldoklasz, és egyedül vagy egy szobába, és körülötted azért halnak az emberek, és te ezt tudod és hallod, akkor azért átgondolod az életedet, hogy ha túléled, mit kellene másképpen csinálni. És mit kellene másképp csinálni? Ezer dolgot. Hogy sokkal kevesebbet kell dolgozni, hogy sokkal többet kell a barátaimmal lenni, hogy sokkal többet kell a családommal lenni. De ott ezt miért bántad meg, hogy keveset voltál velük? Tehát mert keveset voltam velük. Én ezt menet közben is tudtam. Ugye van egy poénom, hogy a kisebbik fiamnak most már bemutatkozok, mert idáig ugye úgy ismert engem, hogy az a bácsi, aki az anya ágyában alszik, amikor ő elmegy iskolába. De hogyha menet közben tudja az ember, te tudtad, akkor miért csináltad? Mert menet közben, megy a szekér, hívnak, én nem tudtam idáig nemet mondani sem. Nem tudtam. De miért, mi történt volna, hogyha nemet mondasz? Tehát ezt nem tudom elmagyarázni. Milyen fajta kétségeid támadtak volna? Ilyen ember, ilyen konfliktuskerülő vagyok, sok dologban ilyen vagyok. Tehát nem tudtam nemet mondani, ilyen egyszerű. Bárhova hívtak, kis túlzással? Mentem. Így van. Összeszorítottam, elmentem naponta kétszer is, ha kell, ha féláron, akkor is, mert nagyon szeretnünk, mint Aranyos úr, nagyon szeretjük. Jaj, ha nagyon szeretnek, akkor megyek, tudod. Féláron is képes voltál? Persze. Ha úgy szólnak hozzám, akkor igen. Ha kedvesen, igen. És ha megünnepelnek. Igen, ha kedvesen szólnak hozzám, elmentem, még harmadáron is, de ha mondjuk úgy megveszlek kilóra, akkor nem mentem el. Mi volt? De ha kedvesen szólnak, akkor elmegyek, persze. Tehát miről maradtál te le? Amit úgy bánsz. Az a baj, arról maradtam le, amit nem tudok. De hát azt tudom, hogy fölnőtt két gyerekem, és tulajdonképpen nem voltam mindegyiknek ott a nagy dolgain, vagy a kis dolgain pontosabban, a nagy dolgokon ott voltam, de a kis dolgain nem voltam ott. Hogy nem beszélgettem, hogy milyen volt a kis csajjal a randi, meg nem beszélgettem arról, hogy kibántotta az iskolában, ezt az anyuk megteszi tökéletesen, de én nem tettem meg. Persze a érettségén ott voltam, hogy így mondjam, még nem volt érettségi, csak mondom. Tehát, hogy ezeket a nagy dolgokon ott voltam, meg megoldottam problémákat, de az ilyen kis apróságokon, ami a mindennapok, abban nem vettem részt. Ilyen egyszerű. Ők mondták ezt neked? Nem, ezt én tudom, és ez az én igényem. Többet van otthon apa. Természetesen ráncigálom a kertbe őket ki, amit régen is megtettem, hogy jöjjenek nekem segíteni, füvet nyírni, kutyaszart szedni, metszeni, tüzelni, fát vágni, stb. De most már tudsz nemet mondani? Tehát ez fogadkozás vagy fogadalom kérdése volt? Most egész egyszerűen a noteszembe húztam egy vonalat, és ha megvan az a fellépési szám, amit én megfogadtam, egész egyszerűen azt mondom, hogy hát nem érek rá. Bánod, hogy ezt korábban nem fogadtad meg? Azért nem bánom, mert ehhez ott kell lenni a Covid osztályon. Szóval, de nem tudom azért mondom, hogy én ezt nem tudom neked elmagyarázni, ezt, hogy milyen a halál közeli élmény. Tehát, hogy amikor a barátaim fölhívnak, és visszahívnak, hogy te veled beszéltünk, pedig én úgy éreztem, amikor beszéltem velük telefonon, hogy tök normális a hangom. És ők azt hitték, hogy Darth Vaderrel beszélnek. Tehát, hogy azért mondom, hogy nekik is ijesztő volt, utána elmondták nekem is, akkor így furcsa volt, ilyen ijesztő volt, meg amikor kiszállsz a kompjútertomográfból, és az a, tudod, bemész a kórházban, mint humorista, mint jaj, tudod, ilyen nagy mosoly az arcukon, meg jaj, itt vaj, de szeretjük, Aranyos úr az Isten, és amikor rá kiszállok, akkor mindenkinek ilyen a feje, hogy nem mosolyognak, azért az ijesztő, tudod, és azokon így rakódik rád egy hétig ez az ijesztő világ, meg látod, akkor azt azért mondom, hogy nem tudom elmagyarázni, tehát azt mondanám, hogy mindenki élj át, és aztán élje túl, és aztán gondolkozzon utána, hogy mi fog történni. Hogy én most ezt nem tudom neked, ezt a lelki állapotot elmagyarázni neked, amiben te ott vagy, mert ezt meg kell élni. Tehát én ezt hiába mondom neked, hogy az milyen szörnyű és borzasztó, hogy a feleségedet az ablakból látod, hogy úgy fullok, hogy elkezdtem zuhanyozni, és hogy megcsapta a tüdőmet a forró levegő, annyira fájt, annyira kezdett röhögni, hogy azt a, tudod, ilyen 110-es cső van, ahol megy a nagy kórházakba, vagy a nagy épületek, ilyen nagy
nagy vízvezeték, forró a radiátoroknak a csöve, ilyen vastag, és megöleltem, hogy ne kelljen, hogy nem mozogjak, mert fájt a tüdő a testembe, hogy ahogy köhögtem, azt hittem, hogy kiszakad belőlem a tüdőm. És ilyen szúr, fáj, szóval rettenetes. Tehát, hogy ezeket az élményeket így megélni, azokat én hiába mondom el neked, meg bárkinek, aki nem volt benne, úgysem fogják átérezni. Szóval ez nem volt könnyű, ez nagyon nehéz volt, és az embert azért ez megindítja egy irányba. Legalábbis engem megindított. És ez a csendességről szól, meg a családról szól, meg a barátokról szól. Bármilyen másik értékrendbéli fogatkozásod, vagy változást előidézett benned? Tehát nem tudom, én türelmesebb leszek, bocsánatot kérek ettől, leülök beszélgetni, tisztázom vele ezt. Nem, mert ilyenek nem voltak. Azért előtte is megoldottam, tudod? Tehát én tudnod kell, hogy a Csernus doktorral nekünk van egy közös estünk, és mivel azért a kocsiba is, meg az öltözőbe is elég sokat beszélgettem, előtte meg pláne sokat beszélgettünk néhány ilyen találkozás alkalmából, és akkor én azért elég jól helyre tettem ezeket a dolgokat az ő segítségével is. Azt is elmondod nekem, hogy mit kellett helyre tenni? Az önbecsülésemet. Az önbecsülésemet? Igen, az önbecsülésemet. Például azt a mondat, hogy tudjak nemet mondani. Uh-huh. Tehát például, hogy tudjak nemet mondani, tudjam az értékemet a helyén kezelni. Fölé vagy alul pozícionáltad magad? Hát én mindig alul. Hát minden borsod alul pozícionálja magát. Csak a lelátón nem, de általában természetesen és alul. És emiatt szerinted, hogy borsodi vagy? Nem, csak poénból mondom. Tehát csak ezt poénból mondom. De az eredőjére rájöttél, hogy miért? Igen, rájöttem, de ezt most nem mondanám el. Nem meséled el? Nem. Ezt nem, persze, ezt elég komolyan átbeszéltük. Elég komolyan átbeszéltünk mindent, és elég sok rádöbbenés volt az életemben, de hát ezt mindenkinek javaslom, hogy van egy olyan middle age konflikt, ugye így mondják, hogy középkorú válság, ezt azért meg kell élni, át kell élni. Nekem pont nem az volt, de abban az időszakban volt nagy konfliktus az életemben, úgyhogy ezeket pszichológusok segítségével, vagy egy hozzáértő nem is kell hozzá pszichológus, csak egy hozzáértő Klárika néni, így tudom összefoglalni, egy olyan 70 éves asszony, aki megélte a dolgokat, és tudja, hogy miről beszél, és esetleg ilyen is volt. Csak ilyen is volt? Igen, igen, igen. De igen. Ő kicsoda? Tehát elmondom, a kolléganőm a Rádiókabaréból, Verseci Klárika, aki a Rádiókabaréban drága kolléganőm volt, aki egyébként egy ilyen tanulja a pszichológiát, meg az ezotériát, és aki a két lábbal áll a földön, de közben azért látja, amit nem lehet látni, azt is, és ő vele nagyon jól elbeszélgettünk, hogy például hogyan van. Ugyanaz, amit a Csernus mondjuk így beleüt a fejedbe, és elmondja, hogy na, én azt láttam, hogy, az Klári néni mondjuk azt sokkal higgadtabban, kedvesebben, de tulajdonképpen ugyanarra a következtetésre jutsz vele, hogy mi vagy te, hogy vagy te, hogyan élsz, miért van az, ami, mitől van az, ami, és akkor ezekre így rájössz. Én nem ismertem előtte a Csernust. Abszolút nem ismertem. Tehát ugye nagyon sokak van olyan filmek, meg könyv, meg mi. Én nem nagyon ismertem. Nem hogy nagyon találkoztatok ismertem. Úgy, hogy kellett vele egy riportot készíteni. Egy Miskolcon van egy ilyen borangolás nevezetű fesztivál, borfesztivál, kínják a Miskolcon a pincéket, a boros pincéket, amiben a világ legrosszabb borai vannak egyébként. De hát ilyen úgy szoktam mondani, hogy olyan bor, hogy megiszol belőle egy decit, mondjuk Csicsolina megiszik egy decit, visszanyerje a szüzességét. Tehát ilyen, most az ukrán frontra viszik sebkezelésre. Tehát tehát egész egyszerűen menekül előle a hús, tehát oda csöppent, visszanő, tehát teljes rettenet, savankás miskolci borok vannak, avasi borok, ők büszkék rá, mert tulajdonképpen semmilyen fajta, hát csak az ecet, tehát nem tudom, mindegy, de valaki ezt szereti, tudod, vízzel, vagy fröccsnek, de mindegy, és akkor nyitítok, volt ott ez a fesztivál, és megkértek, hogy mi lenne, ha Csernussal csinálnék egy interjút a pince előtt. Aztán lesznek vagy 30-an, 40-en, Peti. Hát még 400-an voltak, lógtak mindenhol, a kerítéseken álltak, mindenhol ott voltak, az oszlopon fölálltak, mindenhol ott álltak a népek, és hát ki volt hangosítva, és én elkezdtem ilyen kedveseket kérdezni tőle, hogy doktor úr, hogy kezdte, meg töttörő, meg tudom, hogy délvidékről származolt, hogy ilyen izé, és akkor ő meg valami brutálisat odacsapott. Neked?
Nekem. Személyedben. Igen. Ő is kérdezhet valamit? Hát igen, boom, valami ilyesmi. Csak én is nem is, és én kapkodtam a fejemet, és akkor utána ott maradtunk még vagy 2 óra hosszát iszogatni, és azóta is nagyon jóba vagyunk. Meg mondom, hogy több olyan kis emberrel tudtam beszélni, akik hát építőleg hatottak rám. Ennyi. Na válasszunk kérlek akkor egy másik témát. A fókuszt kilőttük. A fókuszt kilőttük? Jó. Kicsi és pattog. Tessék. Kérdőjel. Nem tudom, mi az. A kicsi és pattog az Leo Getzre utal, a halálos fegyver kultikus igen. figurájára. Igen. Mert azt mondtad egy korábbi interjúban, na. hogy te konfliktusos vagy, mert rettenetesen tárgyalsz. És amikor elpattan a fejedbe valami, olyan leszek, mint Leo Getz. Igen. Nem, az nem Leo Getz. Nem, de ugyanaz a színész, nem, olyan leszek, mint a, mindjárt mondom, ugyanaz a színész, a Joe Pesci. Joe Pesci. Nem, hanem a Mafiózókból? Nem a mafiózós film, hanem a mafiózós film a kaszinó. 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 Tehát akkor borul az agyam, és tényleg olyan vagyok. Tehát, hogyha ököllel jön, én késsel jövök, ha késsel jön, akkor én pisztollyal. De a tárgyalás tehát, alatt mit értesz? Tehát mondjuk pénzről tárgyaltok? Pénzről is, igen. Tehát ha át akarnak cseszni? Igen. Igen. De várjál, most mondtad. Nem voltam jó tárgyaló képe. Nem voltam jó tárgyalni, nem tudtam jól tárgyalni. Mert én mindig azt gondoltam, hogyha én mondok valamit, akkor én mondjuk átgondolva mondok valamit, és én nem szeretem ezt a krajcároskodást, verjük a fogunkhoz a garast. Feltéve, ha nem szeretettel közelítenek feléd, mert igen, akkor engedsz. Igen. Tudod, tehát lehet, hogy az volt a baj, hogy megpróbáltak alkudozni, csak nem jól nyúltak hozzá. Így van. Nem így kedvesen. Van. Igen, így van. És akkor te visszalősz azonnal? Igen. Olyankor bunkó is vagy? Nagyon. De már ne hála. Igen, de ez most már elmúlt. Pont azért múlt el ez a dolog, mert már nem kell ilyen konfliktusokat megélnem. Humoristaként mióta tudod, hogy mi a te értéked és mit érsz? Már reálisan. Ez pont az a konfliktus helyzet volt a 4-5 évvel ezelőtt, amikor egy üzletember barátom így megmondta 10-szer egymás után, hogy Péter, te nagyon menő humorista vagy, neked ennyi az árad, neked a piacon, ugye üzletember életre halálra, és azt mondta, neked a piacon ennyi és ennyi az árad, ha ezt nem tudják megadni, akkor nem kell elmenni. Annyit elárulsz nekem, hogy annak hányod részéért mentél el korábban? Tehát ő mit emelt a te ázsiódon akkor? Tehát mekkora százalékkal emelte meg ilyen értelemben a te vélelmezett fizetése? Csak hogy belüljük hát a felével azt, még. Tehát még felével, a felével. Még a felével, igen. És amikor tehát ezt 2/3 és így 3/3 lett. Megdöbbentél? Nem. Nem? Nem, hanem én, nem, hanem én, tudod, az a baj, hogy mivel konfliktus kerülő voltam, én ezeket úgy rosszul éreztem magam, de nem foglalkoztam vele. Uh-huh. Tudod, nem foglalkozom. Tehát így idegeskedtem, aztán hagyjuk francba. Így is szép, így is jó. Sok ilyet nyertél korábban. Sokat. A konfliktus az üzleti alapú konfliktus volt? Amiről igen. most beszélünk? Ez a Duma igen. Színház és közted is, lévő? Is, de nem csak ott. Hát akkor a Duma Színház, de azóta másokkal is, de azóta mondom, ezek így lepattannak. Tehát ezek elsimultak. Annyit elmesélsz, hogy no. ezt már egy olyan stádiumában az életednek tudod megtenni, amikor már valamilyen szintű anyagi biztonságot sikerült felhalmoznod? Abszolút. Egyébként, hát mondjuk ki, hát van egy szép házunk, ikerház Vekerletelepen, van garázsa is, abban van egy nagy öreg, 10-11 éves öreg autó, de nagyon fassa, van egy kis rohangálós kocsom, amit most vettem a Covid óta, van egy faházam Délegyházán a Tavaknál, van 62 darab szép ingem. Itt tudod, hogy 62? Hát csak tudod, mert mindig kérdezik, hogy hány ingem van. Mert nem 61, nem 63, 62. Hát csak mondom, aha. Tehát, hogy van 60 szép ingem, van annyi pénzem, hogy bármikor egy fapadosra be tudok fizetni, és el tudok menni bárhová, akár egy Cure koncertre Londonba, akár egy Nápolyba, ami a legkedvencebb kis városkám, tehát, vagy egy foci meccsre bárhová el tudok menni. Tehát, hogy nekem ez elég. Tehát van egy, most is vettem egy zakót, 20 000 volt, akcióba vettem, de hogy meg tudom venni, érted? Tehát, hogy nem, nincsenek ilyen nagy igényeim. Na, válasszunk kérlek egy másik témát. Nézzünk. Azt mondja, séróból. A séróból ez egy szakmai no. kérdés. Ugye legendásan tulajdonképpen fel tudod idézni a magyar kabaré történet majd minden jelenetét, ezt mondják. Igen. És arra gondoltam, készülve erre az interjúra, hogy talán még ilyenre nem vállalkoztál,
hogyha tényleg tudod Hofi számaitól betéve a, nem tudom én, mindenit. Mostaniakig. A mostaniakat annyira nem. De hogy azért figyeled, és képbe vagy. Hogy arra kérhetnélek, hogy vállalkoznál egy olyanra, hogy egy ilyen egyetemes, mondjuk úgy, hogy no. stand-up, lehet, hogy humorista jobb szó, de engem stand-upilag érdekelne. Igen. Van rá magyar szó, humorista. Igen, humorista, de hogy ebben a műfajban. Igen. Tehát egy ilyen rangsort fölállítani, mondjuk top 5-öt. Nálad például ki a valaha volt legjobb humorista Magyarországon? Hát ez Hofi Géza, hát ez nem is kérdés. Na látom, elkezdek sírni. Igen? Oly, hát rettenetes. Hát, ugye én szerelmesként mentem oda a rádiókabaréba. És rádiókabaré... tényleg meghatódtál. Én nagyon. Én mai napig is hallgatom, sőt, egy poénját az újonnáló estemben el is mondok. Őt idézve. Őt idézve, igen, igen, igen. Ugye 20 éve halt meg a Hofi az idén, 20 éve halt meg, ezt sokan már elfelejtettük. Tehát egyértelműen Hofi Géza a legnagyobb magyar humorista. Ő nem 2002-ben halt meg, most már 23. Hát most már 23, igen, igen. Tehát a Hofi a legnagyobb, aztán, hogy utána kik jönnek, hát utána már csak a kedvenceimet mondom, jó? Mert a kedvenceimet, hát, tehát az a baj, hogy na már megint most mit mondjak neked, hát mindenki a kedvencem. De ha egy ilyen szubjektív sorrendet kérnénk. Tudod, a Teddy annak idején elmondta, ezt nyugodtan beszélhetünk, hogyha most arról van szó, hogy ki a legnagyobb magyar szerkesztő a Rádió Kabaréban, akkor mondhatjuk, hogy ha már szerkesztőkről, hogy Marton Farkasházi Sinkó, pont. Tehát mások nem is nagyon voltak, de ha már humoristákról van szó, akkor kedvenc humoristákat nyugodtan mondhatjuk. A Markos Nádas, Boncz Géza nem is kérdés, tehát így hárman fenomenális. Teddy mondta, de én is elmondhatom, hogy aki a 80-as évekre kíváncsi, az hallgassa meg Markos Nádast. Tehát amit a Markos Nádas előadott, az a 80-as évek. A Pártitkártól, a Cinege elvtársig, a TSZ elnökig, a buta emberekig, a furcsa népekig, tehát az egy szociológiailag a legtökéletesebb képet nyújtja a Markos Nádas Boncz, mondjuk a triumvirátus, mondjuk akkor második helyre került, ha jól sejtem. Ki a bronzérmes? Hát, ez is egy jó kérdés. Ki a bronzérmes? Hát, jó kérdés. Nem, a bronzére az már megosztott, mert Sándor György, Maksa Zoli, Majlát Mikes és Trunkó együtt. Őket előbbre teszed, mint mondjuk Fábrit és Bölőcsát? Látod, Fábrit el is felejtettem. De látod. Hát ha azt vesz, de akkor figyelj, akkor rosszul csinál, akkor tényleg rosszul kezdtük. Hofi Fábri, Markos Nádas, Boncz. Bödőcsöt például az ötbe raknád? Hát most nem, hogy róla beszélünk. Abszolút, tehát most arra, hogy kíváncsi, hogy te 8, gondolod. Nem, most... Általában én egyetemes, mostaniakat is belevéve, valaha volt? Hát azért még azért nem, mert nagyon sok jót csinált, de hát még annyira a reméljük azért még nem a munkájának a végén van. Jaj, igen, tehát azért mondom, szorosan követi a Fábrit most már a Bödőcs abszolút, csak hát azért ott mennyiségileg azért a Sanyi azért elég magasan van. És hát ha belevesszük, hogy a Hofi egy évben csinált 1,25 órát, vagy 40 percet, a Szilveszteri Rádió Kabaré 40, és azt sem minden évben adta le a Teddy, tehát ha azt számoljuk, akkor a Fábri show-val, amiből volt 328, vagy én nem tudom, és abban volt mindegyikben 10-15 jó perc, akkor brutálisan veri a mezőnyt. És azért abban a több ezer percben azért van annyi jó, mint a Hofi Géza néhány ezer percében. Ha már statisztikát akarunk, meg gondolkozni akarunk ezen a dolgon. Ha Tibiről beszélünk, akkor volt mondjuk 5 önálló estje, az 5x50 perc. Most akkor ehhez képest a Hofi csinált 24 nagy lemezt, ami szóval akkora hatalmas merítés. A Fábri csinált 340 sót. Tehát most nagyon nehéz összehasonlítani a terjedelem miatt. Aranyosi Péter hányban van benne? Első 30-ba, 40-be. Ezt most komolyan mondod? Hát igen.
30-40-ben? Igen, de várjál, nem, hát most a kabari irodalomról beszélünk, akkor ebbe benne van egy Kellér Dezső is. Habár ő, igen, ebbe teljesen igazad. Azért mondom, hogy nagyon nehéz ebbe. De őt nem tudjuk megítélni, szerintem objektíven nem hallgattuk. Dehogy is nem. Hát megvannak az anyagai, meg van könyve is. Te azt is meghallgattad? Kellért? Hát hogyne. Hát nekem ez dolgom volt a Rádió Kabaréba. Bocsánat, akkor hát 20 évig hallgattam. Képzeld el, hogy 20 évig hallgattam, mint gyerek, életre halálra, és utána 20 évig hallgattam, mint dolgozó. Tehát azért mondod, hogy legendás, hát ki hallgatott annyit, mint én. Tehát azért nagyon nehéz, amikor így fanyalognak, meg mennek a kommenteket, nézem, olvasok ilyen kommenteket, akkor ilyen döbbenetesen tájékozatlan emberek beszélnek sületlenségeket. Azért mondom, tehát, hogy hát Kellér Dezső, hát zseniális, hát Szilágyi György, hát megőrülsz, hát Szilágyi György, hát olyan jeleneteket írt, hogy hát most egy gálvölgyi, aki már több, mint színész. Egy Kern, aki több, mint színész. Tehát ilyen Kossuth Díjas nagyságok mellé azt hiszem a 30-ba beletenni magam még, az is szerénytelen, vagy eléggé nagy. Teljesen igazad van. Én ezt így nem mondottam még, hogy ennyire széles spektrumban is lehet. Kellér Dezsőtől indulva meg aztán szörvesként. Igen. Tehát most azért gondolt bele. Tehát, és még ne is menjünk bele, hogy még hány Sas József. Tehát hány lemeze volt a Sasnak? Hát hány jó lemeze volt? A Trunkó írta a felét. Tehát most akkor most Sas József vagy Trunkó? A mai napig... Tehát én eléggé komolyabban vagyok ennél be, hogy erről tudjunk itt, mert ez 8,5 óra hossza se lenne elég. De ezeket az embereket, akiket most Sándor Györgytől Gálvölgyig, Kern említettél, mind a mai napig te az alsegédszerkesztő Helyettes igen. Csodálatával nézed őket? Abszolút. Tehát ezt a mai napig nem tudtad legyőzni? Nem. Hogy mi már kollégák vagyunk. De én amikor velük beszélgettem, és oda kerültem a Rádió Kabaréba, mint kisember, megrajongó, én akkor is úgy beszéltem velük már, mint kolléga. Vagy legalábbis úgy tekintettek rám. Ez miből derült ki? Ez abból derült ki, hogy tudod, ezek az emberek elfelejtik az anyagaikat, ahogy én is elfelejtem már, amiket meséltem 10 évvel ezelőtt. És amikor jön egy kis rajongó gyerek, aki elmond nekik egy 10 évvel ezelőtti kabaré számot, amit ők mondtak, és ők már nem emlékeznek, meg amikor a másiknak is elmondja ugyanaz ő kabaré számát, akkor ők meg vannak döbbenve. Igen, de ez még nem a kollegialitás is mérve, ez a rajongás. De amikor azt mondja a Maksa Zoli, hogy na mondd már meg Péter, hogy szerinted melyik a jó száma, mert akarom, mit tudom én, a fennállásom 20. évfordulját ünnepelni egy lemezzel, és akkor megtisztel azzal, hogy én is adhatok neki ebbe a szerkesztésbe tanácsot, az már kollegialitás. De ez lassan alakult ki, tehát ez azért lassan alakult ki. De nem lassan, hanem első pillanattól tulajdonképpen nem voltam így lekezelve ott. És ez nagyon jó érzés volt. Amikor bementem a Rádió Kabaréba, legelőször csak már meghalt. Mindjárt, te ezt majd vágjuk ki, jó? Szóval, hogy meghalt a Gábor Laci már azóta. Mindjárt. Egy szerkesztője volt a Rádió Kabaréban. Igen. Legendás szerkesztője. Mindjárt mondom. Producer volt és szerkesztő, csak nagyon bírtam. Szóval ezt még sosem meséltem el. Bementem először a Rádió Kabaréba gyakorlatra, kötelező szakmai gyakorlatra, és lejött értem a portár, mert akkor még ávosok voltak a portán, most ebben nem megyünk bele, ilyen fegyveres őrök voltak a portán, a rádiónál, és lejött értem a Gábor László, a producer, a Rádió Kabaré producer, és ez egyik szerkesztője. És egy nagyon elegáns ürge volt, magas, vékony, sajnos halába cigarettázta magát, tehát ezt is tegyük hozzá, de egy irtózatos, jó kiállású ürge volt, mint egy színész, tehát egy tök, és jó hangja volt, nagyon jó orgánuma volt. A Kabaré csütörtökben egy órát mindig ő vezetett, és azt mondta, hogy szervusz kérlek, szervusz, Gábor László vagyok, nehogy magát, tegeződjünk, ez itt a rádió. És azt mondja, a tévében ott magázódnak, de ott nem olyan jó emberek dolgoznak, ez itt a rádió, itt a legjobbak dolgoznak, szervusz. És így kezdődött, tudod, és embernek tekintettek, és ott ragadtam 20 évet. De az, hogy ennyire megrendített, hogy ezt a történetet elmesélted, hát nagyon
engem is, nekem is könnyesett a szemem. Figyelj, mert rendes pali volt, embernek tekintett, és ez nagyon mély hatással volt rám, tudod? Nagyon mély hatással volt, és jó volt vele dolgozni is. Uh-huh. Na de hát kérdezem, amikor a Marton Frigyes bejön, aki azért egy olyan rettegett embere volt azért a múlt rendszernek, már a humoristák között, tehát azért, ha Marton, és akkor leültünk így a rádiókabaréba az asztalhoz, és elkezdett mesélni, hogy a Hoffit hogy látta először. Tudod, és így azta, meg hogy mit ivott a Hoffi, mit evett a Hoffi, hogy hívták a feleségét, amit tudod így a műsor, tudod, és akkor így hallgatod ezeket a sztorikat, meg hogy a Komlós az... Ez meg az volt. Komlós János. Komlós János, ugye, ávós ezredes volt. Szóval, amikor ezeket így meghallgattad egy Marton Frigyestől, akit még a Teddy is úgy hívott, hogy a Marton, tudod, szóval, hogy azért ezek nagyon nagy élmények voltak egy rajongó gyereknek, hogy egy meg nem az, hogy szóbáltak velem, tudod, hogy szóbáltak velem. Volt, aki nem? Nem volt. Senki? Senki. Hoffi is rögtön keblére ölelt? Nem ölelt Keblére, de behívott pezsgőzni a felvétel után, ugye hát, mert ott szupertük a ládát, a sok drótot, mert most itt látod, három kis kamera van, igen. És tulajdonképpen egy technikus rác, akkor meg négyen mentünk fölvenni a műsorát hangba négyen mentünk, mert cipelni kellett, Kerekes Endreng, ugye a profi hangmérnök, meg vagy a Galambosi, tehát a lényeg, hogy sokan mentünk, és akkor behívott pezsgőzni. Neked remegett kezed, lábad? Nem. Ez olyan érdekes, nem. Akkor nem, mert most így beszélni róla remeg, de amikor műsor után behívott minket, hogy igyunk meg, töltött mindenkinek, milyen volt. Tegezni merted őt? A Hoffit? Na látod, ez egy jó kérdés. Nem. Nem is tegeztem, nem is magáztam. Elkerülted. Elkerültem. Nem kerültem. Jobb, volt két olyan nagy élmény vele. Az egyik, hogy kérdezte, hogy milyen volt a műsor. Ugye a többiek mentek volna haza, már mert fáradtak voltak, meg még pakolni kellett végig a cuccot. Az nagyon jó. És akkor mondtam neki, hogy a közepén volt egy backbicsaklás. És akkor így nézett, hogy ki ez a gyerek, hogy beleszól. De azt mondta, jó, hogy észrevetted, eszembe jutott egy poén, föl is írom. Érted? Tehát én, mert ugye annyira ismertem a dolgait. Hogy tudtad, hogy melyik az a spét, aminek egyébként nem lett volna. Igen. Ő nagyon be volt gyakorolva neki, igen. Az anyag. Tehát precíziós rajta, volt az igen, egész. A Fábri nem tudott, hogy mikor jut eszébe valami új, de a Hoffin tudtam. A tudtam, mert annyira benne voltam a ritmusába, és akkor, fel is írom, mondta, és akkor írt valamit. Azt már, meg akkor volt egy olyan, hogy bejött, ugye, az is egy ilyen hihetetlen élmény volt, hogy jött a Hoffi, szilveszteri rádiókabaré, és akkor a Farkasházi, meg a Sinkó, már nagy izé, már ki volt téva rengeteg papír, már ugye már Magdika, a gépírónő már leírta szóró-szóra a Hoffinak, le volt írva ilyen stóc papír az egész műsora, és akkor a Teddy már, meg a Sinkó már elő volt, hogy ezt a részt szeretnék, ezt a részt nem, és akkor ment vele egy ilyen irtózatos alkudozás, és akkor hatalmas nagy tisztelet, hogy itt a Hoffi, és akkor mit hozzunk be neki, akkor ők bezárkóztak, és akkor hát kufárkodtak. És hát azért tudtuk, mindenki tudta, hogy a Hoffi az életét adja oda. Mert neki, amikor elmondta, ha lement a rádiókabaréba, ő már nem mondhatta el a Madács Színházba. És tehát tulajdonképpen rá volt kényszerítve az öreg, hogy újat mondjon. És azért egy humoristának az elég, hiába volt rutinja, szerintem benne volt a görcs az öregbe, hogy megint ki kell találni valamit, de közben jó érzés is volt, hogy azért tudta, hogy meg fog maradni az örökké valóságnak. Tehát ilyen eléggé két oldalról kettős kötés volt ez neki, hogy adja is, ne adja, mit adjon, és akkor a Teddyvel ott, és akkor a Teddy ugye fel volt készen a Sinkó, hogy de hát itt az angol királynőről beszéltél, itt milyen jó lenne, ha ezt ide, meg onnan a hatodik oldalt vegyük már ide, és akkor úgy az milyen jó lenne, tudod, és ment így az ajza, és az nagy élmény, és akkor egyszer vittem be vizet nekik, és beszélgettek valamiről így menet közben, mert ilyen finoman pettingezték
a Hofit, tudod, tehát nem lehetett így lerohanni, hogy oké, eljutottunk egy darabig, de utána úgy csináltak, mintha nem lenne fontos. És mind a hárman úgy csináltak, mintha nem lenne fontos. És akkor Hofi elkezdett beszélni a vadászpuskájáról. És akkor pont én meghallgattam, és hát ugye militári rajongóként, és mondtam, hát az a 308-as, az a 301-es Winchester lőmérlet rövidített váltott, így néz, honnan tudja ez a gyerek? Akkor mondtam, hogy hát mindent tudok a tankokról, meg a fegyverekről, meg ilyen mániás vagyok. Ügyes gyerek ez, ügyes gyerek. Ezt mondta Hofi. Igen, igen. Na, de nem te azért, mert... elájultál. Nem, mert nem. A puskákról volt szó. Hát az nem szakma volt, hanem az puska. Azt nagyon... Nem azt mondom, hogy tudod, ha majd a Ruszin Szendi Rumulus mondja, hogy ügyes gyerek, akkor elájulok el, ha puskákról beszélek. De mivel a Hofi mesélt a puskákról, az nem. De az nem is az a jó szó, hogy bánt-e, de nagyon sajnálod, hogy Hofi például nem láthatott téged színpadon? Nem. Hát nem állna engem. Hát kíváncsi lennél rá, hogy mit mond. Ne mondd, hogy nem. Hát nem. Nem. Hát nem gondol. Hát ha azt mondaná, hogy ez rossz volt, neki futnék a Dunának. Ezt most komolyan mondom. Hát persze. Hát nem. Egyébként én jó magam szoktak hívni ilyen zsűrizésre, és sosem megyek el. Miért? Mert hát én nem mondok más embernek a dolgáról, nem minősítek. De most Peti, azt akarod mondani, hogy ennyi sikerrel... Nem minősítek, azért, mert én nem tudom elmagyarázni... Nem is arra gondolok, hogy minősítek, hanem hogy ennyi sikerrel a hátad mögött. Igen. Hofinak egy fonyolgó megjegyzése meg tudná kérdőjelezni mindazt, amit eddig te letettél az asztalra? Tehát nem hinnéd el, hogy ez saját jogon, neked tehetséged nyomán nem tudom, nem tudom, hát eléggé szeretném. Jó lenne, hallod, jó lenne. Most nem is lenne olyan sok, még csak 80 éves. Hát jó lenne. Jönne, azt mondaná, hogy ó, ez nagyon rossz volt. Péter, úristen. És azt mondaná... Inkább a puskájával. Nem tudom, mit ma nem hiszem, és elég visszafogott hogy ember volt. Sőt, nagyon visszafogott. Ilyet ő nem mondaná szerintem. De ez skifi film, de ez már skifi film. Ebben most nem, ez olyan skifi film, nem tudnám elhinni. Vagy képzeld el, azt mondaná, hogy figyelj, hát most az a jelenet, mondok én egy poént. Még most végig gondoltam, Péter, átgondoltam, itt még el kéne mondanod, most kitaláltam neked egy poént. Micsoda? Meg is balandulnék. Micsoda? Mit iszi Géza bácsi? Mit iszi Géza bácsi? Jó Isten, én tölteném a pesgőt, nem ő. nem, hát ezek skifik. No, válasszunk kérlek egy másik kifejezést. Igen. Pillanatnyi szoborpark. Hát ez is egy nagyon jó idevágó történet. Legendásan nagy rajongó vagy. Én rajongó típus. Igen. Ez kiderült az előbbi téma kapcsán, és tényleg annyira megejtően szépen meséltél róluk, hogy magával ragadó. De arra lennék kíváncsi, mondhatsz humoristát is, bárkit. Jelenleg mondjuk ki a te top hármod, akiért te úgy igazán tudsz rajongani? Ez lehet Stephen King, Barbara Streisand, akit akarsz. Kern András. Hát akkor nincs is kérdés. Kern András? Kern András. Kern Miért András. A Kent vágtad rá így rögtön? Mert a kedvenc színészem. Kedvenc színészem, és a kedvenc olyan, hogy mondjam, olyan jelenség az öreg az életben is, tehát így a kulisszák mögött is, olyan jelensége, olyan kisugárzása van, annyira vicces, vagy annyira, nem bírom. Kern. Kern, próbálok vele dörzsölődni, de lepattanok róla. Ezt hogy érted? Hát nem úgy mondom, hanem... Próbáltál vele barátkozni? Igen. Azt hogy kell elképzelni? Igen. Mit csinálsz? Vittem be neki alkoholmentes pesgőt a Jászdújra szemre. De most is be fogom vinni. A Jászdújra szemet is megnézem minden második évben. Ezt most komolyan Igen. Azt is tudom kívülről, azt is mindig változtatja, ahogy ami eszébe jut. De hát nem számít, mert ő a Kern. És két évente megnézed? Igen, két évente megnézem. És ugyanúgy nevetsz, és ugyanúgy meghatodsz adott esetben? Igen. Hát elég zseniális darab. Nagyon jó darab. Meg is tudsz rajta hatódni, gondolom. Meg. Hát szerelmes történet. Hát az... Az rád teljes mértékben. Persze. Úgyhogy a Kern ilyen, akiért nagyon-nagyon tudok rajongani. De viszel be neki pesgőt, és erről mit mond? Megköszöni, szól két mondatot, és aztán megy. Meg már nem piál, ugye, már leállt a piáról, meg gondolom csak azzal piál, akivel olyan hangulata van, és akkor elmegy. Igen. Egyébként a művészetért ugyanígy rajongok még a Fábrinak is.
azt kell, hogy mondjam. Tehát még mindig Fábri rajongó vagyok. A művészet és az emberi történés az itt elválik? Mert igen, nagyon kihangsúlyoztam. Igen, igen, a művészetért még mindig. Tehát azon még mindig hát remek. És hát a büfében még mindig legyőzhetetlen. Szóval az, színpadon? A színpadon is, hanem a tévéről van szó. Mert ott mi történik? Hát a tévében szörnyetek, hát az rettenetes. Hát. Már milyen értelemben? Mire gondolsz? Hát, hogy csinál egy rossz műsort. Hát már hogy színvonal áttekintve nem jó? Igen, nem maga, nem, várjál, a színvonal az nem, bocsánat megint, a színvonal az nem a Duna TV színvonalhoz képest gyenge, hanem Fábri Sándorhoz képest gyenge színvonal. Fábri mikor jön magához képest? Hát mondjuk az RTL klubnak a fényes 10 évéhez képest. Miben látod a hiátust? Tehát nem friss? Egy nem vagyok ott. Egy ez nem már mondjuk ott. Egy nagyon komoly tehát hiátus. Egy nem vagyok ott, nem mondok poénokat, amit ő nem mond. Te voltál el. Az egyik. Igen, másik 6 is van, de egy nem vagyok ott, 2 nincs design center, amit ugye én csináltam. Csak oda lyukadunk ki, hogy akkor savanyú a szőlő. Ha azért hagytam abba, mert már nem bírtam csinálni, és aztán tulajdonképpen ő is abba hagytam, mert meg ő nem bírt utána rohangálni. De miben látod ezt leszámítva, hogy nem annyira up-to-date? Hát nem annyira up-to-date, mert egyébként felveszik előre konzervbe, és hát azért, amikor azt mondta, bemondta a hang, hogy élőben Esti Show, de élőben Budapestről, akkor az azt jelentette, hogy egy nappal előtte vették föl, is, vagy 2 nappal is, Kristóf producer vágta folyamatosan. Tehát azért az eléggé ilyen volt. Ilyen volt, de most azért mondom, ez meg ilyen konzerv anyag. Tudnivaló, hogy te nagyon-nagyon sokra tartottad Fábrit. Most is sokra tartom. Ezt a véleményed, igen. Ezt nem most fogja megtudni, hogy látja az adást. Tehát te nem, ezt azért nem hiszem, hogy nem, de szerintem ő ezt tudja is, illetve hát nem szerintem, hogy ő ezt tudja is, nem kell, ezt beszéltünk erről. Tehát, hogy ezt tudja is. De hát most, hogy most ezt miért csinálja, azt én tudom, de azt viszont nem szeretném, mert annyira azért a barátom, hogy vagy így mondom, hogy azért jó cimborám, akkor maradjunk ennyibe, hogy azért nem beszélem ki ezt voltatok a részét. Voltatok ti valaha barátok? Nem voltunk, sose barátok. Ez is inkább most rajtam múlott, mint rajtad? Most már tudom, tehát volt, amikor te azt gondoltad, hogy azok voltak? Néha azt gondoltam, hogy a barátom volt, igen, néha azt gondoltam, de most már úgy tudom, hogy jó cimborám volt csak. Tőle tudod? Én magamtól tudom. Ez is tulajdonképpen a megtisztulásról, vagy a kisimulásról, vagy tehát hogy van időm átgondolni a dolgokat, ez is arról szól, hogy az ember helyére teszi azokat az embereket, aki az életében van, hogy ő ez, ő az, meg ő meg amaz, tehát nincs ezzel semmi baj, de hát... Azért ezek nem olyan egyszerű felismerések. Nem. Tehát akit fontosnak hittünk, és végső soron kiderül, hogy annyira azért... Én nem voltam neki fontos, hogy jól olvasok a sorok között. Így van. Abból, hogy bele tud facsarodni az ember szíve. Hát bele tud, igen, de mivel én is azóta ezt a szakmát, már a mikrofon ezen a végén vagyok, nem azon, akkor így mondom. Tehát én tudom, hogy mivel jár az, hogy te fölmész a színpadra, ráadásul egy tévéműsorba, ami 2 hétről 2 hétre, hogy tulajdonképpen nem tudsz a másikra odafigyelni, mert neked magadra kell odafigyelned, meg a műsorra. Tehát ezért nem haragszom rá. Tehát én tudom, hogy ez most már tudom, hogy mivel jár. Tehát azt kell, hogy mondjam, az is nagy dolog, most már így mondjuk ki, hogy az is nagy dolog, hogy tudott az abban a feszültségben, amiben ő élt, és abban a munkatempóban, amiben ő élt, tulajdonképpen velem 2-3 jó szót is szólni, igaz, rengeteg rosszat is szólt, de az a munka, de az is nagy dolog, hogy 2 jó szót szólt. És most tényleg nem akarom ezt túl dramatizálni, de az is nagy dolog. Te azt mondtad, hogy talán a szaktársaitok közül te tudod a legtöbbet Fábriról. Igen, hát persze. Hát én voltam az asszisztense. És könyvet tudnék róla írni, mondtad. Én tudnék, igen. Nem tudnék, mert diszgráfiás vagyok, de le tudnék diktálni hihetetlen sok történetet, igen. Nagyon más Fábrit ismersz te, nem pletyka része érdekel elsősorban, vagy úgy bulvár érdeklődés hajt, de hogy nagyon más Fábrit ismersz te, mint amit a nagy közönség ismer? Nem.
Nem. Nem, nem, nem. Csak én tudom, csak tudom a mélységét, azért mondtam, csak ezeket én nem mondom el. Tehát tudom a mélységét, hogy most miért van ez a műsor, és tudom, hogy akkor az a műsor miért volt, és tudom, hogy abban a műsorban mennyi energiát tett bele, és ebben a műsorban mennyi energiát tesz bele. Ezeket is tudom. És tudom, hogy az a műsor hogyan készült, és ez a műsor hogyan készül például. Pedig ebben nem dolgozom, de hát azért elég jól látom, mert sokszor meghív vendégnek, hogy tulajdonképpen az ő szavával érve emeljem az estfényét. Azért mondom, tehát, hogy nincs ezzel gond. Azért a művészt és az embert azért el kell különíteni, és ezt nekem, mint rajongónak elég nehezen ment. A többieknek, a Litkai Gergőnek, vagy a Kőhalmi Zolinak, akik nem voltak olyan érzelmi töltöttséggel a Fábri iránt, ők sokkal egyszerűbben tudták ezt a dolgot profiként azt mondani kezelni, hát, hogy poénokat írunk és kész. De mi sokkal-sokkal mélyebb kapcsolatban voltunk a Sanyival, hiszen ültünk együtt a kocsijába, jöttünk-mentünk, nagyon sokszor vitt magával haknizni, dumáljunk egy kicsit Aranyosi, addig megbeszéljük a műsort. Tehát, neked addig mi volt a szereped? Ez? Tehát ilyen társalkodó voltál? Hát is, igen, meg hát ugye a Design Center gyűjtöttem, és akkor megbeszéltük. Tehát rengeteg... te nem léptél fel, tehát te csak kísérted. Nem. Ő föllépett egy vállalati partin, gyűrött hajjal, kivett egy fehér inget a kocsinak a izéből, mondta, hogy arccal a gázsi felé, fölment, nyomott valamit, általában azért tök jók voltak, az én szememben pláne, hát hogy most azok, hogy általában azért, sőt, tehát 98%-ban nagyon jó volt, és akkor utána mentünk haza. Tehát volt többször ilyen, meg volt, hogy kimentem hozzá ugye Design Center tárgyakat pakolászni, és akkor van neki egy kis lakása, vagy egy kis háza, ami tele volt a világ összes nylon zacskójával, amiben a világ összes kacsintós pénztárcája, orosz ilyen női vibrátor, ami kiokozása hát nem alkalmas, mert kiveri a fogadat, ha ide teszed alulra, akkor is kimegy a fogad, fúrógépnek gyenge, vibrátornak túl erős, és ebből volt nekünk több szettünk. Már a Design Center miatt, igen, a Design Center miatt. Túl gondolná valaki, tehát, és tudod, ezzel a rettenetes rossz érintésvédelmileg nem megoldott ezzel a villásdugóval, ami nincs földelés, tehát, és úgy elgondoltuk, hogy ezt tényleg bedugjuk a konnektorba, és mondjuk egy hölgy jól akarja magát érezni, hogy tényleg a katasztrófa, de hát ilyen rengeteg volt, és akkor pakoltunk az ő házába, és hát a millió, és akkor előbukkant véletlenül egy hányászacskó gyűjtemény, mert szóval minden volt azért, mert ez egy-két évtized, tehát azért volt, nagyon sok élmény volt, de... Róla tudod például, ha már Hofiról beszéltünk, igen, hogy mit gondol rólad szakmailag? Ez nagyon érdekes, ezt tök őszintén elmondja, ezzel nincsen. Ő nem gondolta volna, hogy én föl tudok menni a színpadra. Tehát ő soha se... De te magad se, tehát ebben én nincs. Magam se, ez igaz. Tehát ő azt mondta, hogy Aranyosi annyira szertelen, és annyira szétágazó a gondolkodásmódja, hogy ő nem tudta elképzelni, hogy én bármikor is összeszedetten tudok beszélni 30 percet a színpadon. Tehát Peti, ennél nagyobb elismerés azért kevés van? Igen. Tehát ő... Fábri fölül kellett, hogy bírálja korábbi vélelmét, látva a te teljesítményed. Igen. És azért csak adott egy karinti gyűrűt. Na. Tehát azért mondom, nincsen dráma, tehát azért mondom, nincsen gáz. Az egy más dolog, hogy nem tudsz vele beszélni, mert minden másról beszél, meg olyan, amilyen, tehát így a regként. De hát, na, megbolondulunk. Most teszem észre, hogy megöregszünk, megbolondulunk. De hát ez nem általános. De. Igen? Hát én most csak ezt hallom. Tehát most ugye 50 éves vagyok. Félsz ettől, hogy nem, egy kicsit? Nem, 50 éves vagyok, és barátaimmal beszélgetünk, és 75-80 éves szülőkkel vannak, és megbolondulnak az öregek. Bolondulás alatt mit értesz? Elmondom te például az apámat. Mondom neki, csak nincsen ezen semmi dráma, vagy nem. Mondom, apa, mondom, 75 év, anyám 77. Mondom, Balázsral az öcsémmel együtt, mondom, megveszünk egy takarítónőt, mondom, jöjjen ide egy két hetente takarítani. Apám, válasz, ide idegen nem jön! És nem tudom megmagyarázni, hogy most ezt miért nem jó, hogy ide, miért nem enged be egy idegent a házába. Tehát azért mondom, hogy meg van bolondulva. Hát ennek semmi racionális alapja nincsen, hogy egy idegen hölgy eljön, és kitakarít becsülettel. Érted? Tehát, hogy, és próbálom segíteni őt,
Tehát próbálom segíteni őket, és egyébként én 50 évesen is észreveszem magamon, hogy azért már nem úgy mennek. Nem zavar a múló idő? Zavar. Zavar. Nagyon zavar. Nagyon zavar. Művész... Ez melyik rész? Nem, ez most egy... Az étlapon zavar, kívül. Zavar. De emberként, férfiként, előadóként. Emberként és férfiként. Előadóként nem érdekel. Előadóként nem érdekel, tehát úgyis mindig azt mondom, amit én akarok, kész. Tehát ezzel semmi. Te férfiként sos... például, hogy kopik a sármod? Hát ha csak a sármom kopna. Ahogy a Fábri mondaná, meg a ceruza. Kopik a ceruza. Persze, hát hogyne. Hát nem úgy van, mint régen volt. Hát érted, tudod? Ó, maga, a nagybandúnak van egy poénja, hogy nekem már korán le kellett feküdni, hogy időben hazaérjek. Tudod, tehát azért persze, hát hogyne, hát ez rettenetes zavaró. Hát vannak urológus történeteim, hát jobban vagyok az urológussal, képzeld el. De téged dügítenek? Van is poénom, hogy régen a lányok telefonszámát cserélgettük, most az urológusokét. De ez téged dühít, tehát haragvóvá tesz, vagy tudsz kellő rezignáltsággal nézni erre, és ki tudod nevetni magad ilyen értelemben? Én nem tudom ki nevetni magam. Hát nem. Ezt, ha nem is düböl, de azért csak benne van, hogy megy az idő. De, hogy is nagyon. És nagyon megy az idő. Félsz is és tőle? Félek. És amikor, és most jönnek le azok a mondatok, amiket anyukám szokott mondani, meg szokott volt mondani, hogy addig menjetek, kisfiam, el valahová külföldre, amíg megtehetitek. Ha fáj a lábod, mint nekem, már nem tudsz felszállni a repülőre. És tudod, ezeket most csengenek vissza ezek a dolgok, hogy igen, bizony. Hogy már meggondolok 13-szor, hogy például Maláziába most elmentünk, de megmondom őszintén, 13-szor gondoltam meg, hogy szükségem van-e nekem 10 órás repülőútra. Hogy kibírom én azt a 10 órát. Hát de erre szolgált a nagy ráeszmélés a Covid kapcsán, most már tudod, hogy mi fontos és mi nem, úgyhogy... Igen. Szóval működik, igen. Örülök, hogy láttunk. Én is. Látnivalóan. Jól vagy? Jól. Energikus vagy? Örülök, hogy ezt láthattuk, és különösen az, hogy az érzékeny oldaladat megmutattad nekünk. Jó.